Teljesen megtelt a Jedlik iskola nagy előadója, szerdai utolsó napon is nagy volt az érdeklődés. Már évek óta megrendezi módszertani hetét a hatos és társa nyelviskola a győri és győr környéki nyelvtanároknak. A régió meghatározó nyelvoktató intézményének vezetője szerint nélkülözhetetlenek a mai oktatási rendszerben a felkészült nyelvtanárok. Rendkívül nagy szükség van a jó nyelvtanára, az interaktív nyelvtanára, arra a nyelvtanára, aki használható nyelvtudást közvetít, aki tele van módszertani ötletekkel, maga is jól beszéli a nyelvet. A nyáron Győrváros nyelviskoláiban nagyon sokan vettek részt intenzív nyelvtanfolyamokon, nagyon sokan szintet léptek, így volt ez nálunk is. Volt, aki két nyelvtanfolyamon is részt vett, ez általában 120 óra, és sikeresen felkészült a közép, illetve felsőfokú nyelvvizsgára. Nagyon sokan mondják, hogy nem a nyelvvizsgáért kell tanulni, pontosan ez így van, de a használható nyelvtudásért. A használható nyelvtudásnak pedig a szakképzésben is nagy jelentősége van, ezt mondta Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellára. A szakember kiemelte, ezért is támogatják évek óta a módszertani hetet, hiszen közvetve a fiatalok profitálhatnak majd az itt elhangzottakból. Ahhoz, hogy a nyelvi képzéseket megfelelő színvonalon tudjuk nyújtani a diákjainknak, ez felkészült és módszertanilag megújuló tanárokra van szükség. Nagyon nagy öröm, hogy a nyári vakáció végén a kollégák ilyen lelkesen állnak ahhoz, hogy új dolgokat ismerjenek meg, és találkozhassanak egymással. Azt gondolom, hogy ez feltöltődés, szakmai megújulás, aminek a hasznát majd aztán a diákok fogják az egész tanév során élvezni. Az együttműködés a nyelviskolával valóban évek óta tart, és azt gondolom, hogy mind a centrum nyelvi képzéseinek szintjét, rangját emeli ez az együttműködés. A szerdai előadások sorát Héti Judit, a Euroexam International műveleti igazgatója kezdte, ez a vizsgarendszer is képviseltette magát a rendezvényen. Beszéd és íráskészség fejlesztése állt a középpontban, hiszen Héti Judit szerint ez a két terület a legproblémásabb a fiatalok körében. A gyerekek egyre inkább az interaktív módszerek irányt nyitottak, nagyon erős igényük van a vizualitásra, úgyhogy ez nem ez a frontális oktatás, amihez a magyar régi pedagógus társadalom szokott. Én azt gondolom, hogy rengeteg tréning van. Nemrég csináltunk egy kutatást egyébként tanárokkal, pont ilyen témákról kérdezgettük őket, és azt láttuk, hogy nagyon nagy a nyitottság az iránt, hogy folyamatosan fejlődjenek. Óhatatlanul a Covid és az online oktatás rá is kényszerítette a tanároknak nagy részét arra, hogy kénytelenek legyenek mindenféle vizuális eszközt bevetni. Nagy tapsot kapott Dénes Éva, a Kazinci Gimnázium angoltanára. Ő vehette át ugyanis idén a 2009-ben elhunyt kiváló nyelvtanár tiszteletére alapított dr. Szenténé Vida Éva díjat. A kitüntetést a magas szintű pedagógiai munka elismeréseként osztják ki minden évben. Kiemelkedő oktatókra, hatékony kurzusokra a következő időszakban is szükség lesz. Hatos hajnalkal csoportos tanfolyamokat ajánlja az érdeklődőknek. Leginkább a csoportos nyelvtanfolyamokat ajánlom a nyelvtanulók számára. Azt gondolom, hogy itt a nehéz körülmények között az sem mindegy, hogy mennyibe kerül egy nyelvtanfolyam. Én mindig azt szoktam mondani, hogy annyi pénzt költsünk a nyelvoktatásra, amit feltétlenül muszáj. Egyéni nyelvórákat azoknak javasolnék, akiknek személyre szabott nehézségeik vannak, vagy valahol elakadásuk van, de aki nagyon-nagyon gyorsan szeretne fejlődni, látványos sikereket elérni, az válassza valamelyik győri nyelviskolát. Tartalmas napokat zártak a Jedlikben a nyelvtanárok. Összesen több mint 70 pedagógus regisztrált a módszertani hétre, melyet 10 workshop és 2 előadás színesített.